Okos órák, okos telefonok, olyan eszközök, amelyek képesek mérni az aktivitásunkat. Ezek ma már a mindennapi életünk részei, amikkel például a pulzusunkat tudjuk mérni, illetve más paramétereket. Azonban ezek az adatok az egészségügyben nem elég megbízhatóak. Ott orvosszakmai döntéseket kell megalapozni. Következésképpen azok az eszközök, amikkel gyűjtjük ezeket az adatokat, az előbb elmondottakon túl még akár vérnyomásértéket is tehetünk ide, testhőmérsékletet is lehetne folytatni ezt a sort egészen az EKG-ig. Ezeknek egészen pontosnak kell lenni, annak érdekében, hogy valóban orvosszakmai döntéseket alapozhassanak meg. És ezt a kettőt, hogyha kombináljuk, akkor bizony ezen aktivitásmérőköz képest kell megtalálnunk azokat a szenzorokat, azokat a csipeket, amelyek ezt nagyon nagy biztonsággal tudják mérni, olyannyira, hogy akár gyógyszeres terápiát is lehet rájuk alapítani. Éppen ilyen nagy pontosságú, több élettani jellemzőt mérni tudó szenzorokat keresnek, fejlesztenek a Pécsi Egyetemen. Olyan érzékelőket, amiket beépíthetnek a napi ruházatunkba, a sapkától a pólón át a cipőig, de akár már meglévő okos eszközeinkbe is. Fejlesztéseink tulajdonképpen arról szólnak, hogy keressük azokat a legjobb szenzorokat, csipeket, amelyeket valamilyen ruházatba, akár egy okos pólóba, tehát egy pólóba, amit naponta használunk, be lehet építeni. Ezen dolgozik a munkacsoportunk jelenleg, illetve egy másik nagyon fontos kihívás, hogy ezeket az adatokat, amelyek megkeletkeznek ott a beteg környezetében, azt kellő pontossággal lehessen továbbítani oda, ahol ezekre majd elemzés fog várni. Tehát ezt a két komoly technikai kihívást igyekszünk valamilyen optimális módon megoldani. Vagyis olyan titkosított és megbízható csatornán keresztül legyenek továbbíthatók ezek az adatok, amikhez nem férnek hozzá illetéktelenek. Ez akár civil, akár katonai hasznosításra is alkalmas lesz. Az érzékelők ma már sokféle mintából tudnak adatokat kinyerni. Élettani paramétereinket tudjuk monitorozni széles körben, ahogy említettem is, tehát akár pulzusszám, légzésszám, EKG, véroxigéntelítettség, egyéb más mérhető paraméterek. Másfelől most már kinyílt egy olyan terület, ami úgynevezett biomarkereket képes mérni, tehát akár non-invazív módon is izzadságból, egyéb testfáladékokból képes valamilyen módon, valamilyen komponensnek a meghatározására, ami segíti az orvos szakmai döntéseket. A folyamatot később a mesterséges intelligencia is segítheti, hiszen az így keletkezett adatbázisok elemzésével olyan applikációk születhetnek, amelyek az átlagfogyasztó számára is könnyen értelmezhetővé tennék az adatokat. A jelenleg fejlesztés alatt álló okospóló prototípusa várhatóan a jövő év tavaszán készül el.